Köszöntöm Önöket, észrevétlenül állnak a lakosság szolgálatában, ők felelnek az ivóvízért, a távhőért és a hulladék kezelésért. A Székesfehérvári Közszolgáltatók konferenciájába tekinthetnek be. Ma egy rövid történelmi áttekintés után a Széphő ZRT-t ismerhetik meg, a következő adásban pedig a Deponia Nonprofit Kft. És a Fehérvíz ZRT mutatkozik be. A köztérben számítunk figyelmükre. Azért tartottuk nagyon fontosnak, és köszönöm szépen, hogy a három cég együttműködésében pedig megvalósulhatott ez a mai esemény, mert egyrészt az együttműködés eredményét azt megint láthatjuk, és húzzuk alá, hogy ezek a cégek képesek jó partnerségben együtt dolgozni, hiszen együtt kell az élet nagyon sok területén a város üzemeltetés feladataiban munkálkodniuk. Azért is, mert fontos, hogy felhívjuk arra a figyelmet, amit az a cím szerintem nagyon találóan észrevétlennek minősít, miközben valójában a legalapvetőbb dolgokat jelenti egy város működése, üzemeltetése tekintetében. És nézek itt külön köszöntve Balsa István polgármester úrra, aki biztos, hogy megerősítene engem abban, hogyha azt mondanám, hogy ha van nélkülözhetetlen dolog egy város életében, akkor valójában ezek a közszolgáltatások és üzemeltetési feladatok. Igen, nyilván fontosak a beruházások, a fejlesztések, fontosak, hiszen így tudunk előre lépni, de ha hirtelen azok nem lennének, akkor önmagában attól még a város tudna működni. Nem biztos, hogy örülnénk neki, jókat tudnánk rajta vitatkozni, de ettől még a város működne. Ezen közszolgáltatások és ezen közszolgáltatók és a közszolgáltatóknál dolgozó emberek mindennapi munkája nélkül viszont a város pillanatok alatt megállna, és ha megállna, akkor az minden mást is megállítana. És ez nem csak a MÁ-ban volt így, hanem így volt ez Balsa István városvezetési időszakában, és aztán mehetnénk vissza korszakokra, hosszú-hosszú évtizedekre, sőt nem csak évtizedekre, hanem egy 100 éves történetre is, köszönve az elődöknek, akik annak idején elindították ezeket a városüzemeltetési fejlesztéseket, nyilván fogunk erről ma hallani. Nem véletlen, hogy például Sára Gyuláról neveztünk el egy ehhez a témához kapcsolódó programunkat, kicsit tisztelegve előtte, és nyilván az ő személyén keresztül mindenki előtt, aki annak idején ezeken a területeken dolgozott. Már csak azért is, hiszen nagyon-nagyon sok közműszolgáltatói struktúra az ma is abban a formában él, ha más nem például a hálózatok tekintetében, amit adónak idején elődeink megálmodtak és megvalósítottak. Ha valaki elmegy mondjuk a Móri út környékére és megnézi azokat a csőrendszereket, amik már éppen felszínre vannak hozva, akkor bizony ott viszonylag idős berendezéseket és eszközöket is lát. És tegyük hozzá, hogy ezek egyébként nagyon-nagyon komolyan szolgáltatók a várost, és komoly műszaki megoldások is születtek, amik mind a mai napig egyébként akár korszerűnek is nevezhetők, vagy amire azt tudjuk mondani, hogy nem kell újat kitalálni, elég azt jól alkalmazni, amit az elődeink megálmodtak és egyébként megvalósítottak. Azért is fontosnak tartom ezt a mai napot, és külön örülök, hogy ezt pártállástól függetlenül tudjuk itt képviselőtársaimmal közösen megtenni, mert tisztelegni szerettünk volna azok előtt, akik ezeket a közszolgáltatásokat a mindennapokban munkájukkal elősegítik és végzik. Nagyon nehéz munkát végeznek, néha nagyon mostoha körülmények között, gondolok az időjárásra, akár téli nagy hidegbe, akár a nyári forróságra, és nagyon-nagyon nehéz munkát. Itt most nézek az urakra, mindegyikükhöz lenne kapcsolódóan olyan élményem nekem is, amit mi csak akár másfél órát éltünk itt most a Tiborra nézek, és szálltunk föl egy kukásautó hátsó részére, és gyűjtöttük a szemetet, vagy mentünk el a kéziválogatóba, vagy mentünk le adott esetben egy csatornába, vagy nézzük meg az erőmű bármelyik régi, vagy éppen nagyon is új részét. Ott azért azt is lehet látni, hogy ez egy óriási felelősséggel járó munka, és bizony sok esetben nagyon nehéz körülmények között kell ezt a munkát elvégezni. És szerintem nekünk kutya kötelességünk nem csak a magunk nevében, hanem a város közössége nevében is, magánszemélyek, intézmények, közösségek, vállalatok, vállalkozások részéről ezt a munkát megköszönni azoknak, akik ezt a múltban végezték, vagy a jelenben végzik, és egy kicsit lehet előre is tekinteni, akik pedig a jövőben fogják elvégezni, mert nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ne lenne szükség szakemberekre ezeken a területeken a következő évtizedekben, mert igen, eszközökkel, gépesítéssel sok mindent lehet segíteni,
támogatást adni a szakembereknek, de szakemberek nélkül semmi nem működött, ahogy a múltban, úgy nem fog működni a jövőben sem. És fontos, hogy ezek a szakemberek érezzék azt, hogy a város közössége nem tartja őket és a munkájukat észrevétlennek, hanem nagyon is tudatában annak, hogy mit köszönhet önöknek, mit köszönhet ezeknek a közösségeknek, mert azt is látom, hogy mind a három cégnél közösségekről is beszélhetünk, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Valószínűleg ezeket a szolgáltatásokat és az emögött lévő munkát nem is lehetne máshogy elvégezni. Úgyhogy én természetesen a cégvezetőinek is köszönöm mind a három vállalat esetében, és rajtuk keresztül pedig minden munkavállalók azoknak is, akik most például azért nem tudnak itt lenni, mert végzik a közszolgáltatásokban a mindennapi feladataikat. És perceken belül át fogunk adni néhány elismerést és városi kitüntetést, amit jó szívvel teszünk meg, szintén a tiszteletadás és a köszönetnyilvánítás jegyében, és szeretném aláhúzni, hogy én egy keretet tudtam meghatározni, nem pénzügyi, hanem számszaki keretet a tekintetben, hogy ezek a polgármesteri elismerő érmek egyik cég esetében hogy kerüljenek átadásra, de onnan jött a javaslat minden esetben, és ezt én így tartottam korrektnek és fontosnak, és a tisztelgésünk jegyébe fogjuk ezeket a kis ezüstérméket átadni. Ezen az érmén az egyik oldalon az Országalma és a Városháza látható, a másik oldalon pedig a város címere, a nyitott város kapuja, erre mindig érdemes egy kicsit figyelmünket vetni. És azért ez a két oldala ennek az ezüstérmének, mert valójában a város közösségét fejezi ki. Azt is mondhatnám, hogy ezek egyike sem észrevétlen, de valahol mégiscsak a város egészéről szól, mert a város egészért végzik önök ezt a munkát. Sok esetben nem csak Székesfehérvárra vonatkozóan, hiszen több közszolgáltatás az Fehérváron kívül is hat, vagy nem csak fehérváriakat érint, mondjuk egy-egy intézmény fűtése tekintetében. És ezt külön szeretném megköszönni ezt az alkalmat kihasználva, hogy ezt az egyáltalán nem könnyű időszakot, amit akár a pandémia időszaka, akár pedig az említett energiaválság időszaka jelentett, ezt úgy tudtuk átvészelni közös erővel és erőfeszítésekkel, hogy a város üzemeltetésben fennakadás nem történt, olyan probléma, ami veszélyeztette volna a városi működést, nem állt elő. Ez is azoknak köszönhető, akik a mindennapokban akkor is végezték a munkát, amikor egyébként az otthon maradni kampányt kellett még folytatnunk, mondjuk a vírus bizonyos időszakaiban. De ők akkor is találkoztak, lementek a csatornába, bementek az erőműbe annak érdekében, hogy akik otthon vannak, azok mondjuk a közszolgáltatásokat tudják használni a mindennapokban. Úgyhogy köszönet és tisztelet, erről szól ez a két mai nap. Még egyszer külön köszönöm a levéltárnak, és köszönöm a három cégnek, hogy ebben az együttműködésben ezt a napot lehetővé tették, mi pedig legyünk hálásak és mondjunk köszönetet azoknak, akik ezeket a közszolgáltatásokat Fehérváron biztosítják. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Hölgyeim és uraim, tisztelt megjelentek, köszönöm szépen polgármester úr gondolatait, és ahogy az előbbiekben elhangzott, programunk elkövetkezendő perceiben elismerések átadására kerül sor azon kollégák részére, akik a Fűtőerőmű Kft-nél, a Szépfőz Zrt-nél, a Fehérvíz Zrt-nél, a Continuous Nova Kft-nél és a Deponia Nonprofit Kft-nél több évtizedes munkájukkal szolgálták a város közösségét. A polgármesteri elismerő emlékérmek átadására tisztelettel felkérem dr. Cserpalkovics András polgármester urat, kérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzását követően vegyék át az elismerést. Csík József. Bíró Tamás. Szűcs Györgyné. Lencsésné Szűcs Gabriella.
Keresztes Ferenc. Lapos István. László Viktor. Antal Anikó. Kós László. Az elismerést a díjazott fia, ifjabb Kós László veszi át. Gulyás János. Valamennyi kitüntetetnek szívből gratulálunk, és köszönjük áldozatos munkájukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek! A konferenciához kapcsolódóan a Városháza előtt és az épület emeleti folyosóján régi fényképekből, dokumentumokból és a szolgáltatások biztosítása során használt berendezésekből rendezett kiállítás látható. Ennek rendezésében a Városi Levéltár és Kutatóintézet volt a három közszolgáltató cég segítségére. A tárlat egészen szeptember 25. napjáig látogatható. Most pedig tisztelettel felkérem dr. Csurgai Horváth József urat, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatóját, tartsa meg ismertetőjét a cégek fontosságáról a város életében. Tisztelt polgármester úr, képviselő asszony, hivatalvezető úr, tisztelt konferencia! A közszolgáltatások a városi élet elengedhetetlen feltételei voltak. Egyes civilizációk jelentős eredményeket értek el a téren már az ókorban is. A városi élet hanyatlásával az európai térség jelentős része megrekedt a téren, Magyarországon tulajdonképpen a városi élet újraindulásáról a török időktől beszélhetünk újra. A konferencia témájául szolgáló közszolgáltatások Székesfehérváron és a dualizmus korában indultak meg. A második ipari forradalom időszakában a városi élet minőségében jelentős változások következtek be. Ezek előzményeit részben már a reformkor időszakában is érzékelhetjük. A vezetékes ivóvízszolgáltatásról természetesen nem beszélhetünk, de az elszennyeződött kutak kiváltását célozta meg a Királykút vizének belvárosba történő bevezetése. A kommunális hulladék a szemétszállítás elszállítása terén, de a közvilágítás vonatkozásában is előrelépések történtek. Az első ipari forradalom időszakában, tehát a reformkor időszakában megkezdődött az utcák burkolása, a parkosítások, a fásítás. E munkákat a városszépítő bizottmányok is segítették, de közegészségű szempontok miatt is fontosak voltak. Az 1910-es évi statisztika, ugrunk a dualizmus korában, Székesfehérváron egy 30-40 ezeres lelkes várost kell elképzelni, Sopron, Szatmárnémeti, Zombor tartozott ide. Elsőként a köztisztasági kérdésekről beszélnék egy-két szót. A városvezetés e kérdéseket részben közigazgatási feladatnak tekintette, és így a fejlesztések menetét számos esetben szabályrendeletek határozták meg. Ez alól a köztisztaság kérdésköre bizonyos értelemben kivétel volt, hiszen a köztisztasági szabályrendelet csak 1910-ben készült el. Külön házi szemétgyűjtés összegyűjtéséről, a házi szemét összegyűjtéséről és elhordásáról szóló szabályrendelet pedig a korszakot követően hozták létre, fogadták el. Kétségtelen azonban, hogy az építési szabályrendelet egyes pontjai vonatkoztak a köztisztaság ügyére.
A házi szemét elszállítását célzó szabályrendelet megalkotásának elhúzódása azért is érdekes, mert Havranek József polgármester 1880-ban szükségesnek tartotta egy kérdés szabályozását. A városi jövedelmek növelését célzó tervezetében Budapest 1873. évig az egészségügyi és köztisztasági szabályrendeletét vett a példaként, kötelezően bevezetett és hatóságilag, vagyis városi kezelésben kívánta a belváros, valamint a belváros közvetlen környékének házi szemét elszállítását megszervezni. Így kívánt véget vetni annak a gyakorlatnak, hogy a hulladékot titkon a házak elé öntsék, illetve hogy a szemetet valamely félre eső, de azért a város belsejéhez tartozó köztérre este vagy hajnalba, hajnali korai időbe kihordja a lakosság. Az elképzelésből azonban nem lett semmi. A szabályrendeletek elfogadását megelőzően az eseti kérdéseket a törvényhatósági bizottság külön határozatban szabályozta. Ezek közé tartozott többek között az árkok tisztítása. Végül is a Havranek városkapitányi időszakához, tehát korábban, ugye polgármester 1878-ban lett, azt megelőzően városkapitányi tisztséget töltötte be. Ehhez az időszakhoz kötődik a háztartási szennyvizek eltávolításának, az emésztőgödrök tisztításának a kérdése. Ezekhez gépeket vásároltak. Itt is a köztisztaság kérdései leginkább egyébként a tisztelt közgyűlési tagok interpellációiban jelentek meg az említett okok miatt. Más városokkal, nagyobb városokról, törvényhatósági jogú városokról beszélek, ellentétben a házi szemét szállítás Székesfehérváron vállalkozásba adták. A város első házi szemét kihordási rendeletét egyébként a mérnöki hivatal készítette el, ezeket a mérnöki hivatalokat az 1890-es évek első felében szervezték meg országosan. Ugyancsak a mérnöki hivatal feladata volt a köztisztasági kérdésekre vonatkozó javaslatok megtétele. A házi szemét szállítást csak a szennyvíz csatornával ellátott területeken vezették be kötelező jelleggel. 100 literes fémtartályokat kívántak rendszeresíteni egyébként, de erre nem került sor. Az 1910-es évek végén Almási Ferenc vállalkozása végezte el a szemétszállítást. Székesfehérváron 400 házingatlanból, mindegy 1000 lakásból és üzletből szállították el hetente kétszeri alkalommal a felgyülemlett hulladékot. Valamivel később Zavaros Haladár helyettes rendőrkapitány egy jelentésébe a városi kezelésbe vétel mellett érvelt. Számításai szerint 33 ezer korona jövedelemtől esett el a város, hogy vállalkozás útján történt ugye ez a szolgáltatás. A javaslat a közelgő spanyolnátha járvány és egyéb közegészségügyi szempontok miatt a járványügyi bizottság is támogatta, és hamarosan városi kezelésbe vették a szemétszállítást. A szemétszállítás ekkor a város 42 utcájára terjedt ki. Ezzel megszűnt egyébként az a tevékenység, hogy vállalkozásba adták, ami az 1890-es évektől ugye volt gyakorlat. A városi tanács javaslata értelmében csak a város első kerületében, ebben az időben a 80-as, 90-es és azt követő időben kerületi rendszerek is voltak Fehérváron, tehát nem csak alsó-felsőváros, stb. Tehát az első kerületében is közvetlenül ehhez csatlakozó szomszédos utcákban mindegy 700 házban vezették be a szemétszállítást. A városi hatóság gazdasági szervezetéhez tartozó házi szemét fuvarozás és köztisztaság 1920-ban tisztaságra, 1920-ban egyébként mintegy 29 ezer pengőt fordítottak. Ezekben az években is elsősorban az utcatisztítás emésztette fel a költségek nagyobb részét. Ugye gyakorlatilag a források alapján lehetetlen elválasztani teljesen tudatosan a szemétgyűjtést és a köztisztaság egyéb kérdését, mert egy cég szervezte ezt, és később is egyébként a 60-as években is látjuk, hogy ezek a feladatok állandó átszervezés alatt vannak, és nehezen elkülöníthető. Tehát egy cég történetet nagyon nehéz megírni úgy, hogy a mai cégeket vetítjük vissza a korábbi állapotokra. Tehát a házi szemét fuvarozás és köztisztasági üzem vezetését a város gazdasági hivatala és a mérnöki hivatal látta el. A törvényhatósági bizottság 1932. szeptember 2-án tartott ülésén döntött egyébként a
köztisztasági és házi szemét fuvarozási üzem felállításáról. Az előterjesztésben az is szerepelt, hogy a közigazgatás nem tudja a feladatokat megfelelő módon ellátni. Az üzem felállítás egyébként jelentős, mintegy 75 ezer pengő költséget jelentett, amelyet a törvényhatóság magára vállalt. Az üzem létrehozásával, majd a közművekhez történő csatlakozásával, ez korábban jött létre a székesfehérvári Szabadkirályi Város Egyesített Közüzemek cég, ez 1920-ban szintén zavaros hozta létre. A köztisztaság költségek teljesen kikerültek a városi háztartásból. A felszerelések és a személyzet is átkerült az újonnáló üzem szervezetébe, ami, mint említettem, két üzemegysége, ugye a házi személyszállítás és a köztisztasági részekre tagolódott. A városi közművekhez történő kapcsolódás során jelentősen megnövekedett egyébként valóban a vállalattal szembeni elvárások. A köztisztasági vállalat teljesítménye már a következő években valóban jelentősen növekedett. Az üzem egyébként a vállalat csoport kisebb egységeihez tartozott. Az üzem bevételeinek többsége házi szemétfuvarozásból származott, de nem volt elhanyagolható egyébként a komposztált trágya értékesítés sem, amely 3000 pengő bevételt eredményezett. Az üzem rentabilitása a kezdeti években a villamos művek hozzájárulásának volt köszönhető egyébként. A házi szemét fuvarozás hosszasabb tervezést követően végül is Székesfehérváron 1935. június 1-én lett kötelező. Ezt követően, nem teljes körben persze, ezt követően Székesfehérvár belső övezetébe tartozó 630 házból fuvarozták el a háztartási hulladékot, és ez a kizárólagosan a szemét fuvarozási üzem feladataként jelent meg a rendeletben is. Magyarul az urbanizáltabb területeken és a belváros és közvetlen környékén és az ehhez tartozó utcák, tehát körülbelül a város belterületének 42%-án vezették be a kötelező személyszállítást. Természetesen a szabályrendelet lehetővé tette az önkéntes jelentkezést is. Ezt megelőzően egyébként ugye ez volt, az 450-483 házra terjedt ki. Az 1930-as években, mint már említettem, tulajdonképpen a hulladékgazdálkodás fejlesztése irányába is történtek előrelépések. Így a sóstói szennyvíztelepen utcai szeméttel komposztált rágyát állítottak elő. 1939-ben egyébként 820 köbmétert értékesítettek. Több dunántúli városban, Sopronban, de másutt hasonló Magyarországon, például Pozsonyban, vagy Kecskeméten már a századfordulón állítottak elő egyébként komposztált trágyát. A köztisztasági és házi szemét fuvarozási üzem működéséhez 1938-tól, tehát az ünnepi évtől, Szent István évtől, a város több mint 100 000 pengő támogatással járult hozzá. A szolgáltatási díjak emelésére ugye ekkor nem nyílott lehetőség, hiszen ez csupán csak 1942-ben engedélyezte az ár ellenőrző országos kormánybiztos. Ennek során egyébként 25%-kal emelték a szemétszállítás díját. Az 1940-es évekre az üzem teljesítménye több szempontból jelentősen csökkent. A II. Világháború alatt már csak nagyobb erőfeszítésekkel tudott feladatainak megfelelni, 45 után pedig, ahogy a polgármesteri jelentésekben olvashatjuk, tulajdonképpen csak alig. De ezt követően egy újabb korszak jön, amiről ebben az esetben sem fogok beszélni, mert visszaélnék türelmükkel. A villanyvilágítás kérdését is szintén áttekinteném itt a kezdeti időktől, a II. Világháború végéig nagyjából. A 19. század fordulóján további fontos urbanizációs fejlesztéseket terveztek Székesfehérváron. A Törvényhatósági Bizottság ugyan már 1900. december 31-én is tárgyalta, és elfogadott egy a villamosmű megépítésére vonatkozó ajánlatot, de azt követő évben, 1900. szeptember 30-án egyébként felbontotta azt. A villanytelep felépítésére elsősorban a gáztelep, tehát a Lexus gyár adott ajánlatot, és a törvényhatóság elutasította a Lexus gyár ajánlatát, mert olyan ellenérdekelt fél közbelépését vélte felfedezni, mely tulajdonképpen a villanyvilágítás elodázásában volt érdekelt. Egyébként ezt jól gondolták. 1873-tól van ugye nálunk Lexus szolgáltatás, a Lexus szolgáltatás alapvetően, tehát gázszolgáltatás.
ami annyit jelent, hogy gázlámpák égnek ugye a belvárosi lakásokban, és gázlámpák égnek természetesen a közterületeken is. Azt megelőzően meg petróleumlámpa helyett egyébként repcelámpák, repceolajlámpák égtek mondjuk a reformkor időszakában, a közvilágítást azt biztosították. Na most tulajdonképpen a következő évben, ugye 1902. márciusában történik előrelépés, ekkor a magyar Schuckert művekkel történik megállapodás, ami vállalta, hogy 1903 elejére megvalósítja a villanyvilágítást, és hát valóban itt történt, 1903. január 1-én megindult tulajdonképpen az áramszolgáltatás. Az áramszolgáltatás megkezdésével a közvilágítás szinte teljes egészében ugye villamos energiával működött, tehát itt is az ellenérdekeltség egyértelmű volt. A Városházán egyébként 1902-ben döntöttek a villanyvilágítás bevezetéséről, következő évben ezt meg is tették, csak úgy, mint a belvárosi vagy a felvárosi plébánia épületébe, vagy a közvágóhídra és máshova, de alapvetően azt kell látni, hogy a villamos, mivel 1926-ig főleg világítási energiát szolgáltatott, ipari célú szolgáltatás, a vízművek, a javítóintézet és kisebb műhelyek esetében valósul meg, a város nagyobb ipari létesítményei, így a déli vasúti műhely, a Fellmayer gyár, a Weiss és Thull bőrgyár, valamint a malmok saját erőforrással rendelkeztek. Ez egyébként korábban is gyakorlat volt. Győrbe például először nem a városba építik ki az áramszolgáltatást, hanem az ipari telepen, a gyárok ellátása érdekében, és az ott bejövő adókból fordítják majd a városi fejlesztéseket, többek között az áramszolgáltatást is egyébként. Természetesen máshogy is így van, ebben nem akarok belemenni, de Nagyszeventől elkezdve hasonló dolgokat látunk egyébként, és nem utolsó sorban. Ugyanez figyelhető meg a villamosok létesítése esetében, már akkor villamos hálózatot létesítenek, már mint közúti, tehát villamost, városi villamos, amikor még nincs áramszolgáltatás a városban, csak egyes területeken, tehát ipari vagy közlekedési vonatkozásokban. A Törvényhatósági Bizottság az első világháború évei alatt foglalkozott azzal, hogy megváltja és korszerűsíti a telepet. Erre végül 1920. április 20-án került sor. Az 1920-as években felmerült a telep lebontása is. A Törvényhatósági Bizottság másik része, élén dr. Zavaros Aladár polgármesterrel, előrelátóan egyébként a telep mellett és a fejlesztés szükségessége mellett érvelt, így 1922-ben megindult a beruházás, melynek során átalakították és bővítették a telepet, és tulajdonképpen a városi villanytelep megkezdte a környező községek villamosítását és árammal történő ellátását is, amit majd még később folytatnak az 1930-as években. Enyinget is innen látják el. Az új 60 méter magas kémény és vasbeton gépház épülekkor gőzturbinák készülnek, 1000 köbméteres teljesítményű vízfűtés, tehát itt jön majd be ugye a távhőfűtés kérdésköre, ami majd ugye a háború előtt már az Árpád-fürdő vonatkozásában felmerül, hiszen az Árpád-fürdő is a közművekhez tartozott abban az időben már. Az 1920-as évek közepén ugye átalakították, korszerűsítik a hálózatokat, a hálózatot, ugye itt a belváros vonatkozásában ez azt is jelentette, hogy az oszlopokat megszüntették, és a házakra szerelték egyébként ugye a villamos vezetékeket. Az áramtermelés közel 44%-át egyébként világítási célokra használták fel, ekkoriban még, és ezek az átalakítások, egyébként nem akarok a részletekbe belemenni, de gyakorlatilag a teljesítmény növekedést és veszteség csökkenést jelentettek igen jelentős mértékben. Az villanytelep bővítése ugye 1930-as években, majd pedig 1941-ben igen jelentősen történik. Tulajdonképpen itt a közművekhez tartozó cégek már azon túl, hogy a városi létfeltételekben minőséget tudtak szolgáltatni, ezért egy újabb feladat elé álltak, nevezetesen a város iparosításának a kérdéskörét kell megemlítenem, tehát jelen esetben is itt arról van szó, hogy a Magyar Bauxitbánya Részvénytársaság ugye 1941 nyarán elhatározza a székesfehérvári alumínium feldolgozógyár üzem létesítését, és úgy tűnik, hogy ez megoldható az országos hálózatból, már ennek az energiaellátása, de kiderül, hogy nem oldható el, és éppen ezért 3 millió pengős beruházást hajt végre a város, hogy az ipari telepet
el tudja látni, és természetesen más újonnan keletkezett, a győri program alapján keletkezett üzemekre is ez igaz. Vízvezeték csatornázás kérdéskörét is érintjük. Székesfehérváron a századfordulót követően 23 közkútból biztosították a város vízellátását. Hát a vízvezeték létesítés előmunkálatai azért nem feltétlenül a sikertörténet kategóriába tartoznak. Nagyon nagy csúszás van ebben a vonatkozásban, évtizedes csúszás van ebben a vonatkozásban. Az előmunkálatok tulajdonképpen az 1890-es években kezdődnek meg. Ugye a közgyűlés a tervezés érdekében külön vízvezetéki bizottságot hozott létre, ami lássuk be, körülbelül olyan hatékonysággal működött, mint a Városházépítési Bizottság, tehát üléseztek két évtizednél tovább, de érdemben nem történt semmi. Mint tudjuk, ha valamit nem akarunk elvégezni, akkor egy bizottságot alakítunk, és ezt követően hozzálátunk a munkához. Időnként legalábbis ez a gyakorlat nagyon hatékony. E munka keretében ugye felkutatták a vízforrásokat, ellenőrizték a vízminőséget, a vízhozamot, a munkálatokról egyébként több emlékirat is hát tudósít. És hát annak ellenére, hogy az aszalvölgyben található víz mind mennyiségi szempontból is, meg minőségi szempontból is elegendőnek bizonyult, érdemi előrelépés nem történt. Nyilvánvaló persze, hogy a város pénzügyi lehetőségei nem bizonyultak tulajdonképpen elégségesnek a vízmű megépítéséhez és a vezeték kiépítésére, de hát alapvetően, mint tudjuk, a városok jelentős része, hát Erdélyt leszámolva egyébként, ott minimális a kölcsönfelvétel, Marosvásárhelynél figyelhetünk meg ilyet, összességében tehát ezeket a nagy beruházásokat kölcsönökből finanszírozták, ahogy a laktanya építéseket is, utóbbit azonban üzleti, tényleg kimondottan üzleti szempontból is alapon. Tehát tulajdonképpen lépni kellett volna. A következő években sem történik előrelépés. 1906-ban természetesen újabb döntés születik a létesítésről, meg az üzemeltetésről, és házilagos kivitelre kívánják megvalósítani, de tudjuk, hogy akkor már egy kicsi politikai instabilitás uralkodik itt a Városházán. Ugye 1878 óta, mint említettem, Havranek József a polgármester, és 1906-tól már azért nagyobb mozgalom indul ellene. Ennek ellenére 30 évig természetesen betölti, a tisztséget 1908-ban köszön le, viszont itt a tisztújítás küszöbén, ugye idézem, a tisztújítás évének küszöbén felette tartózkodó volt a közgyűlés, tehát magyarul elhalasztották a döntést, ennek következtében persze nem csak ezt, más döntéseket is, a rétöntözés kérdését és sok minden más gazdasági kérdés, elmaradt tulajdonképpen ez a munka. Polgármester úr említette, ugye dr. Sára Gyulát, valójában 1908-ban követi Habranek Józsefet, és valóban hozzálát számos olyan kérdésnek a megoldásához, ami addig halódott, legyen ez az új szervezési szabályrendelet, az új szervezeti kultúrák kialakítása itt a Városházán, vagy a vízvezeték és a szennyvízcsatorna építése 1911-ben ugye megkezdődik, tehát ő alatt és 13-ban történik meg. Ez rendkívül későn van már tulajdonképpen, ez kihatott egyébként azért a város ipari létesítményeinek a sorsára is, illetve hogy nem települtek ide bizonyos létesítmények, de erről most itt nem kívánok beszélni. Alapvetően a hálózat megépítésére ugye sor kerül, az aszalvölgytől tulajdonképpen vezetik be ugye a vizet. Nem megyek bele tulajdonképpen, csak azt kell látni, hogy itt 21 furtkútból 900 köbméteres vízmedencébe szivattyúzzák a vizet, és onnan szabad eséssel érkezik meg. A későbbiek természetesen kettős rendszerű csatornázást hoznak létre. Gyakorlatilag a szennyvízhálózatba került vizeket ugye kétféle módon derítik. Itt a sóstúra kell gondolni, és a műrét hasznosítására fordítják, vagy hasznosítják azt a vizet. Székesfehérváron a folyamatos vízellátás ezek után csak mintegy másfél évig működik. Ugye tudni kell, hogy itt a világháború alatt, ugye említettem már, hogy 30-40 ezeres kategóriába tartozik, tehát 16-17. A történeti Magyarországon a népességében, ugye Székesfehérvár. Említettem már, hogy itt nagyon megnövekszik, utaltam arra, hogy itt növekedni fog a népesség. A háború alatt ugye 34 ezer főről fölmegy 45 ezer főre.
gyakorlatilag ezt a lélekszámot már nem tudja a víz közmű ellátni, és tulajdonképpen szakaszos szolgáltatásra térnek át. Más területeken is hasonló problémák vannak, nem megyek bele, szintén szénhiány és egyebek miatt is a TMK elmaradása miatt gyakorlatilag, ugye, ahogy a közművek létrejönnek, újra kell gyakorlatilag organizálni ezeket a szolgáltatásokat. 1922 végén a víz- és csatornadíjat mindegy 2300 háztulajdonos fizetett, ez közel fele, több mint fele, bocsánat, mert ez már 40-es években lenne fele. Székesfehérváron egyébként 1040 házba vezették be vizet, és a csatornát 168 házban csupán vízvezeték volt. A háború előtt a fejlesztések itt is a Soston folytatódnak, majd illetőleg aztán később más területeken is. Összefoglalóan tehát azt szeretném mondani, hogy az 1940-es évek végén a városi közművek vállalatait, üzemeit önálló részlegenként szervezik újra. Önálló vállalatok szervezését többek között az 1949-es 10-es törvénycikk teszi lehetővé. Ezen átszervezések következtében alakult önálló vállalatta 1949-ben például a Székesfehérvári köztisztasági községi vállalat, de hasonló módon ekkor szervezték községi vállalattá többek között a víz- és csatornaművet, a húsfeldolgozó és műjéggyártó vállalatot, a gyógyfürdő és szállodaipari vállalatot, a téglagyárat, a kőbányát, stb. A községi vállalat elnevezés tulajdonképpen a városi tulajdont jelzi, a városi kezelést jelzi. Az államosítások során azonban az üzemek jelentése része nem maradt városi tulajdonban, hanem nemzeti vállalatként folytatta a tevékenységét. A közüzemekhez tartozó legnagyobb ipari telep egyébként a városi villamosmű, ugye, mint tudjuk, állami kezelésbe került, és onnan egy teljesen más típusú szolgáltatások, országos hálózat, megyei keretek alakultak ki. Záró gondolatként tulajdonképpen azt kell leszögeznem, hogy kulcsfontosságú kérdés volt Ausztria-Magyarország időszakában gyakorlatilag ezeknek az urbanizációs fejlesztéseknek az elvégzése, amely tulajdonképpen kihat, mint hallottuk, mind máig a városi életre. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük igazgató úrnak a minden részletre kiterjedő részletes bemutatót. Tisztelt megjelentek, hölgyeim és uraim, most pedig tisztelettel felkérem Szauter Ákos urat, a Széphő ZRT vezérigazgatóját előadásának megtartására. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit. Igazgató úr már elmondta előttem, hogy hogyan is alakult a cégünknek a története, és viszont hagyd térjek ki arra egy mondat erejéig, hogy tulajdonképpen miért távfőszolgáltatóként állok itt. Miért ma a fő tevékenységünk a távfőszolgáltatás? Ugye a villamosenergia termelés, ahogy a hálózatra, ahogy az országos hálózatra rácsatlakozott az itteni villanygyár, onnantól kezdve folyamatosan háttérbe szorult, és az a hő, ami mellette megtermelődött a villamosenergia termelés mellett, ez hasznosításra került. És ez folyamatosan ez a hő, ez átvette a szerepet, átvette az elsődleges szerepet, és folyamatosan alakult át hőtermelővé az egykori villanygyár, a későbbi fűtőerőmű Kft., majd pedig a szép hő. A történelem után én szeretnék egy kicsit a jelenről beszélni, és kicsit a jövőről, hogy hogyan is látjuk a dolgokat. Pár gondolatot szeretnék elmondani arról, hogy hol tartunk most. Ugye a valamikor elődeink szénnel kezdték a hőtermelést, illetve a villamosenergia termelést, volt utána pakura, ma pedig 100%-ban földgázbázison termeljük a hőt. 8 hőbetáplálási pontunk van, 22 gázkazánnal dolgozunk, és megmaradt a villanytermelésünk is, tehát ma is 24 megawattnyi villamosenergia termelésünk van, ezt 9 gázmotorral, 8 naggyal és egy picivel érjük el. 5 egymástól független hőkörzetben dolgozunk, ez azt jelenti, hőkörzetnek nevezzük azt az egybefüggő területet, ami egy vezetékhálózattal ellátott, ugye ebből a legnagyobb, a legismertebb maga itt a belvárosi rész, de van a Köfémen, a Vásárhelyi úton kint is kisebb hőkörzeteink. Körülbelül 100 megawattnyi csúcshőigényünk van, tehát ez a városi hőigény körülbelül, ugye ezt nagyon nehéz pontosan meghatározni, mert nagyon régen nem volt olyan tél, amire ezt annak idején méretezték, ugye egyre melegebbek a telek.
Közel 22 ezer lakást fűtünk, és körülbelül 1000 közületet, tehát 1000 egyéb felhasználónk van. Ez azt jelenti, hogy ha azt mondom, hogy olyan átlag, két-két és fél lakóval számolok egy lakást, akkor Fehérvárnak durván a 40-50%, a lakosságának a 40-50%-át látjuk el, tehát ők érintettek a távhőszolgáltatással. 45 kilométer nyomvonal távvezetékünk van, ez azt jelenti, hogy ez mind a föld alatt van, tehát senki ne keresse kinn a vezetékeket, viszont a Fehérvárat eléggé behálózzuk. Ugye ez egy elég szép mennyiség, mert ez nyomvonal, ez azt jelenti, hogy ennek a duplája a csőhosszunk. Ebben 88%-a már előre szigetelt. Ennek ott van jelentősége, hogy a később beszélni fogok az energia megtakarításról, és ezek már korszerű vezetékek. Ebben egyébként országos átlagban is nagyon előkelő helyen vagyunk. És közel 530 távfelügyelt hőközpontunk van, ez azt jelenti, hogy az összes hőközpont, amit felügyelünk, az mind-mind be van kötve a központunkba, tehát ha bármi probléma adódik, azt a kollégáim előbb látják, mint hogy a lakók ezt észrevennék jellemzően, és már kapásból be tudunk avatkozni, vagy hogyha arról van szó, hogy fűtést kell indítani, fűtést kell leállítani, akkor ezt a számítógép előtt a kollégáim pár mozdulattal meg tudják tenni. Miért előnyös a távhő? Szeretnék egy rossz képzetet, vagy képzettársítást megmagyarázni, vagy inkább azt helyre tenni. A távhő az nem egyenlő a panellakások fűtésével. Ebből indult ki, és tényleg ma is rengeteg panellakást fűtünk, de ugyanakkor viszont van már olyan technológia, és az újonnan épült házaknál már, ha a beruházó erre nyitott, akkor mi javasoljuk is, és ez valósul meg, ami igenis korszerűbb vagy nagyobb komfortot tud biztosítani, mint egy hagyományos gázkazános fűtés. Csak mi azt ismerjük elsősorban, hogy a panellakásban keresztül mennek a lakásokon a strangok, nem lehet önállóan szabályozni, önállóan mérni, és ez egy régi technológia, ez a többség valóban, de ma már van olyan része is ennek, amivel abszolút versenyképesek tudunk lenni. Ugye nincs gázkazán, nincs kémény, és körülbelül itt a képen hoztam egy ilyen kis berendezést, ami körülbelül akkora, mint egy hagyományos gázkazán, és ugyanazt a funkciót el tudja látni, ugyanúgy egyedileg szabályozható a fűtés, egyedileg szabályozható a melegvíz, tehát amit a kedves lakó kíván, azt ő maga be tudja állítani. Árban is versenyképesek vagyunk, most ezt így kimondva egy kicsit itt az energia árrobbanás közben azért egy kicsit furán hangzik. Én itt vissza szeretnék utalni, hogyha beáll az egyensúly és normalizálódik a helyzet, egyébként most is már körülbelül ezen az úton vagyunk, akkor nyugodtan tudom mondani, hogy jelenleg a távhő versenyképes, akiket újonnan kötünk rá a rendszerre, távhősöket, ott jellemzően olyan árajánlatokkal tudjuk őket megkínálni, ami abszolút jobb, mint hogyha ha egyéb megoldást alkalmaznának. Nincs lokális szennyezése a távhőnek. Ez egy fontos dolog, hogy igaz, hogy a távhő a hőellátáshoz felhasznált gáznak van kibocsátása, van szennyezése, de ez ellenőrzött körülmények között és egy helyen vagy több helyen a kazánházainkban, fűtőerőműveinkben valósul meg. Tehát ott a helyszínen, ott, ahol ténylegesen a távhő felhasználásra kerül, ott nincsen ilyen szennyezés. Ellenőrzött kibocsátás van, ez azt jelenti, hogy neki nagyon komoly normáknak kell megfelelnünk, és ezeket ellenőrzik is, tehát akármit és akárhogyan nem bocsáthatunk ki. Ugye ez egy kis gázkazánnál, hát ez kevésbé valósul meg, hogyha az ember ellenőrizteti évente a gázkazánt, akkor ez többé-kevésbé igaz, de egyébként nem biztos. Egyszerűbb az energiaforrásváltás. Ja, mi célunk is, erről még beszélni fogok, az, hogy zöldítsük a távhőt, próbáljunk meg alternatív energiaforrásokat behozni. Amikor arról beszélek, hogy közel 22 ezer lakást látunk el, akkor egy erőművi szinten megvalósult beruházás, ami egy nagy beruházás, de egy egyszeri beruházással mindezt a 22 ezer lakásnak tudunk egyszerre zöld energiát biztosítani. Szemben azzal, hogyha egyedileg kell lesz megvalósítani, és egyedileg kell kitalálni, hogy milyen alternatív megoldások lehetségesek egy lakásnál. 24 órás felügyeletet biztosítunk. Ugye ez az, ami láthatatlan, ezt abszolút nem szokták a figyelembe venni az emberek, hogy a kollégáim folyamatosan az év 8760 órájában ott vannak a monitor mögött, készenlétben állnak a kollégáim, hogyha kell, akkor mennek, és
javítanak, hogyha olyan a hiba. Ugye ezt igazán azt tudja értékelni, aki már átélte azt, hogy milyen karácsonykor gázszerelőt keresni, vagy húsvétkor, és milyen utána esetleg hetekig várni arra, hogy megjavítsák a berendezéseket. Említettem már a zöldítést, hogy a 100% gázt szeretnénk kiváltani, és milyen alternatívák vannak, milyen lehetőségeket látunk mi. Ugye felsorolok olyat is, ami talán kevésbé igaz jelen pillanatban, ilyen a vízenergiát. Fehérváron nincsen folyó, és nincs az a lehetőségünk, hogy vízenergiát hasznosítsunk. A szélenergia az egy érdekesebb kérdés. Ugye jellemzően azok a szélkerekek, amiket látni lehet Magyarországon, ezek kb. 100 méter magas szélkerekek. Fehérvárnak a szél viszonyai, a szél adottsága egy 100 méter magasságban nem kedvezőek. De ha följebb megyünk, és a technológia ebbe az irányba fejlődik, hogy 150-200 méter magasak legyenek ezek a szélkerekek, ott már viszont igen. Tehát én úgy gondolom, hogy nem a ma technológiája, de ahogy a technológia fejlődik, a jövőben lehet ilyen energiaforrásokban is gondolkodni, természetesen megvizsgálva az egyéb aspektusait, hogy hogy néz ki Fehérvár körül egy csomó ilyen szélkerék például. Geotermikus energia. Rengeteget hallunk róla, rengeteget lehet olvasni. A sajtó is folyamatosan mondja, hogy Magyarországnak milyen jók a geotermikus adottságai. Ez így mind igaz általánosságban. Sajnos Fehérvárnak nem jók a geotermikus adottságai, tehát mélyen van elérhető hőforrás, és annak is a hőmérséklete elég alacsony. Hidrogén, ez megint egy kedvenc fogalom ma. Ugye némely helyeken úgy tűnik föl, hogy itt a földgáznak a megoldása, semmi gond, hidrogénnel kiváltjuk a földgázt. Azért több dolgot szeretnék ezt hozzátenni. Úgy gondolom, hogy a hidrogénben nagy potenciál van, de talán nem akkora, mint amit a média jelenleg sugároz. Az egyik az, hogy a hidrogén nem primer energia. Ez azt jelenti, hogy a hidrogén természetesen nem fordul elő a természetben, tehát nem olyan, mint a földgáz, hogy csak fölhozom a mélyből és ott rendelkezésre áll. A hidrogént valamiből elő kell állítani. És itt a nagy kérdés, hogy miből állítom elő. Jelenleg a Földön a hidrogén előállítás nagyobbik része a szénhidrogénből történik. Tehát tulajdonképpen fából vaskarika. Viszont, hogyha tudom zöld energiából előállítani, mondjuk vízenergiából termelt villamosenergiából tudok hidrogént bontani, akkor már a zöld energiának számít, vagy biomasszából tudom esetleg előállítani. Tehát vannak olyan megoldások, amire a hidrogén lehet zöld. A másik nagy probléma, hogy a hidrogén nem azonos tulajdonságait illetően nem azonos a földgázzal. Igaz, hogy az égetés során víz keletkezik, tehát abszolút környezetbarát, de nem lehet egy az egybe a földgáz rendszerbe betenni a hidrogént, és azt mondani, hogy innentől kezdve földgáz nincs, hidrogén van. Jelenleg ott tartanak a kísérletek, hogy 5%-ban próbálják bekeverni a földgáz mellé. Ugye ez egy nagyon pici arány, tehát azon túl, hogy nem tudjuk még, hogy hogyan fogunk ilyen mennyiséget előállítani, azon túl még nem tudjuk azt se egyértelműen, hogy a hidrogént hogyan fogjuk tudni felhasználni. Amit én inkább látok jelenleg megvalósíthatónak, az például a közlekedés. Tehát a közlekedésben sokkal jobbak a hidrogénnek az adottsága, feltételei, hogy ott hasznosuljon. Én jelen pillanatban távhőszinten azért ezt nagyon jövőbeni dolognak látom. Napenergia. A napenergiának, azt tudjuk, hogy a napból sokkal több energia érkezik, mint amit ténylegesen felhasználunk. Bocsánat. Tehát nagyon nagy potenciál van még ebben. Elindult egy nagy boom, rengeteg napelemet telepítenek most Magyarországon, viszont látni kell, hogy ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű, akár erőművi szintű energiát tudjunk termelni, ahhoz mindenképpen szükség van óriási felületekre, és óriási területekre, amit lefedünk. Tehát mi a távhőben hasznosítjuk a napenergiát, itt hoztam is egy képet, ez konkrétan az irodaházunk, ahol már a tetőt teleraktuk napelemekkel, és folytatjuk ezt a projektet. Tehát igazán a saját villamosenergia fogyasztásunknak a kielégítésére tudjuk jelenleg a napenergiát hasznosítani, és élünk is ezzel, az idei évben is több napelemes projektünk megy. Biomassa, faapríték. Na, ez már egy lehetséges potenciál. Fa a normál erdőgazdaságból kitermel, tehát az erdőnek a normál életciklusából rengeteg olyan fahulladék keletkezik, amit nem tud más felhasználni, tehát égetésre kitűnően alkalmas. Ezt a faaprítékot be tudjuk fogadni, föl tudjuk használni.
Korábban is voltak, most is vannak terveink, hogy az egyik telephelyünkön megvalósítsunk ilyen kazánt, ilyen üzemet. Ugye itt a faaprítéknál azt kell tudni, hogy ennek az árát abszolút a piac határozza meg, egy viszonylag szűk piac, mert a fát nem érdemes nagyon messziről hozni. És itt, hogy mennyit tud Magyarország kitermelni, és mennyi felhasználási potenciál van, ugye ez fogja mindig meghatározni az árát. Az elmúlt években még az energiaválság előtt az volt tapasztalható, hogy azok a távfőszolgáltatók, ahol volt lehetőség faaprítékot is felhasználni, nem azt használták, hanem a gázt, mert olcsóbb volt a gáz. Tehát ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert bejönnek a környezetvédelmi kérdések, de bejön a gazdaságossági kérdés is. A másik potenciális lehetőség az a kommunális hulladék. Erről majd igazgató úr biztosan fog beszélni, hogy mennyi hulladékot termelünk, és ebbe mi a jövőkép, de amennyire én tudom, nem az, hogy itt drasztikusan le fog csökkenni a hulladék mennyiségünk. Viszont ahhoz, hogy ezeket le tudjuk tenni, és ne csak csukott szemmel letegyük valahova, és mivel elföldeltük, onnantól kezdve nem kell vele foglalkoznunk, nehogy ez legyen, ezért valamit ezzel érdemes kezdeni. Ma ott tart a technológia, hogy abszolút környezetbarát módon el lehet ezeket égetni. Úgy Bécsben, Bécs belvárosában van hulladékégető, tehát nem az a kérdés szerintem, hogy szabad-e vagy nem szabad, hanem elsősorban az a kérdés, hogy mit írunk elő, milyen szabályokat határozunk meg a kibocsátásra. Mind a maradék hulladék kezelhető, mind pedig a kibocsátás lecsökkenthető abszolút határérték alá. Természetesen az óriási beruházás, de van benne lehetőség, és onnantól kezdve a hulladéknak töredékét kell elföldelnünk, és becsuknunk a szemünket, hogy ott van a föld alatt. Villamos energia. Ugye a villamos energia sem primer energia, ezt is valamivel elő kell állítanunk. Ugyanakkor erre is van, mint említettem, zöld lehetőség, tehát lehet zölden villamos energiát akár vásárolni is. Illetve egy másik potenciál, ami ebben benne van, hogy a hálózaton megtermelt villamosenergia, ami rendelkezésre áll, és a hálózaton fellépő igények, ugye ezt próbálják mindig összhangba hozni, de nem egyszer előfordul, hogy túlkapacitás van a hálózaton, és ha ilyenkor például egy villanykazánnal, ami nem más, mint egyébként egy nagyméretű bojler, egyszerűen előállítunk belőle hőt, akkor mi ezt, mint távfőszolgáltatók, be tudjuk fogadni a rendszerbe. És a rendszeren belül ezt tudjuk akár tárolni is, tehát ez egy alkalmas megoldás arra, hogy amikor villamosenergia túltermelés van, akkor olcsó a villamosenergia ára, mi pedig olcsón tudjunk belőle távhőt előállítani, mert különben csúcsidőben ez biztos, hogy nem gazdaságos. Hulladékhő. Ugye a hulladékhőnek nevezzük azokat a hőforrásokat, amelyek vállalatoknál melléktermékként megkeletkezik. Például egy öntödénél rengeteg hő keletkezhet, és megint egy olyan hőmennyiség, amit a távfőszolgáltató képes befogadni, ezt át tudjuk venni, egyébként megy ki a környezetbe. Tehát különben ez tényleg egy hulladék, viszont hogyha felhasználjuk, hogyha ezt betesszük a távfőrendszerbe, akkor ez hasznosul. A hőszivattyú, ugye a hőszivattyú is egy abszolút jó lehetőség arra, hogy bevonjunk zöld energiát. Ez kevésbé ismert talán, hogy itt a hőszivattyúk valamilyen egyéb hőforrásból egy alacsonyabb szintű energiát egy magasabb energiaszintre hoznak. Ez lehet például a környezeti levegő, a klímák működnek így. A környezeti levegőből nyert plusz energiát, akkor hogyha fűtésről van szó, akkor azt viszik be a térbe. Tehát megint csak zöld energiát hasznosítok, és olyan energiaforrásokat is közvetlenül be tudunk táplálni a távfőszolgáltatásba, amit egyébként nem tudnánk. Tehát ha rendelkezésre áll egy 25 fokos, 30 fokos víz, azt nem tudjuk közvetlenül a rendszerbe behozni, mert nálunk a visszatérő vízhőmérséklet is ennél jóval magasabb, de ha berakunk egy hőszivattyút, és a 20 fokról fölemelem 60-70 fokra, akkor már betáplálható, és azt az energiát azt meg tudjuk nyerni. Úgyhogy itt is, ebben is nagy lehetőség van, itt a legnagyobb korlát az, hogy jelenleg kilovattos nagyságrendben vannak ezek a hőszivattyúk teljesítményüket illetően, tehát még nem ért el oda a technológia, kísérleti fázisban van ilyen, de még nem ért el oda a technológia, hogy ezt nagyban, tehát a mi méreteinkben akár megavattos nagyságrendben tudjuk használni.
Úgyhogy nagyon fontos dolog, és ez egy elcsépelt szlogen, ugye nem is tettem idézőjelek közé, mert nem tudom, hogy kit idézzek, annyi helyről hallottam már, hogy ez a legolcsóbb energia az el nem fogyasztott energia. Tehát ha tudunk takarékoskodni, és erre mindegyikünknek adott a lehetősége, a lehető legegyszerűbb módokkal is, akkor ezt érdemes meglépni, mert akkor ezt már nem kell megtermelni. Ez egy abszolút környezetbarát mód. Ugye ebben is igyekszünk mi élen járni, hogy a korszerű hőtermelő technológiával, ugye említettem, hogy egyelőre még gázbázison vagyunk, de ott is egy nagyon korszerű technológiával, már kondenzációs gázkazánokkal dolgozunk, és igyekszünk itt is a lehető a legjobban hasznosítani azt az energiát, ami rendelkezésünkre áll. Az energiatárolás. Ahogy a villamosenergiánál említettem, hogy a termelés és az igények azok nem mindig vannak szinkronban, illetve muszáj őket összeszinkronizálni, de ténylegesen nem ez lenne a leggazdaságosabb megoldás. Így ugyanígy az a távhőszolgáltatásra is. Reggel van például egy csúcs, este, amikor hazaérnek a lakók, megint van egy csúcs. Most ezeket a csúcsigényeket le lehet követni a hőtermelőknek a szabályozásával, de nem biztos, hogy ez egy gazdaságos megoldás. Jobb az, hogyha például van egy energiatárolási lehetőségünk, és ott ezt a hőt addig el tudjuk tárolni, amíg ténylegesen az igény föl nem lép, és amíg ki nem kell sütni a tárolót. Előre szigetelt távvezetékeket használunk, ugye itt szeretnék visszakanyarodni arra, hogy 88%-ban már korszerű vezetékeink vannak, de ezt is folyamatosan minden évben folytatjuk ezeket a felújítási munkákat. Itt is minél jobb a szigetelése, annál kisebb a hőveszteség, márpedig azért a 45 km nyomvonalon, 90 km-nyi csövön azért rengeteg vizet keringtetünk, és ott igen jelentős hőveszteségek tudnak föllépni. Ugyanígy a hőközpontjainknál és igyekszünk energiatakarékos megoldásokat alkalmazni, tehát már eleve, amikor kiválasztjuk a berendezéseket, akkor törekszünk arra, hogy azok energiatakarékos berendezések legyenek, illetve olyan megoldásokat alkalmazzunk, amik ennek megfelelnek. Szeretném kiemelni, hogy az összes hőközpontot saját kollégák tervezik, tehát nem boltban vesszük őket, hanem teljesen egyedileg tervezik meg és gyártjuk le őket. Illetve van az úgynevezett szekunder rendszer. De mi vagyunk az egyetlen olyan közszolgáltató, ahol a szolgáltatási határ és a számlázási határ nem esik egybe. Tehát mi a társasházak esetében a társasháznak az aljáig a hőközpont elhelyezkedik, odáig szolgáltatunk, viszont a lakónak számlázunk. Az a rendszer, ami a hőközponttól a házon belül, a csővezetékeken keresztül szétosztja a hőt, az nem hozzánk tartozik. Viszont a lakó joggal gondolja azt, hogy ha nála a radiátor nem elég meleg, akkor a szép hőhöz kell betelefonálni. Szívesen fogadjuk a hívásokat, de el szoktuk mondani mindannyiszor, hogy hát elnézést kérünk, de mi úgy látjuk, hogy a házig a hő eljut. Sajnos a házon belüli rendszerek azok nem mindig a legkorszerűbbek. Nagy probléma az, hogy a lakáson belül úgy gondolják a tulajdonosok, hogyha ott átalakítanak valamit, azoknak nem feltétlen van hatása a többiekre, de sajnos a régi panel technológia nem így lett kialakítva, azok a fűtési rendszerek, azok egy épületre vonatkozólag egy blokk. Azt így tervezték meg, így számolták ki, azon bármilyen beavatkozás, az megbolygathatja az egész rendszert. És az első még lehet, hogy nem, de amikor a harmadik, negyedik átalakítás történik, akkor már előfordulhat, hogy az visszahat korábbi átalakításokkal együtt az egész háznak a működésére. Viszont itt is lehet energiát megtakarítani bőven. Itt általában a vezetékek szigeteletlenek, tehát ezeknek a leszigetelésével is rengeteget lehet megtakarítani korszerű radiátorokkal, hogyha az egykori radiátorok lecserélésre kerülnek. Megint csak az energia megtakarítás irányába mutat, illetve ha szabályozottá próbáljuk tenni a fűtést. A mi hőközpontjaink szabályozottak, külső hőmérsékletre szabályozunk előre menő víz hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy igen, nálunk ez amennyire mi tudunk szabályozni, azt mi megtesszük, de a házon belüli szabályozásban is vannak tartalékok, amivel kiküszöbölhető az, hogy az egyik lakás túlfűtött legyen, a másik pedig alulfűtött, hanem legyen egy egyensúly, és mindenki azt a hőmennyiséget tudja kivenni, amire neki valóban szüksége van. És a tudatformálás. Ugye ez megint egy olyan dolog, ami én nagyon-nagyon fontosnak tartom, nem egyszer, amikor akár iskolába tartok előadást, akár jönnek hozzánk iskolások, el szoktam mondani, hogy milyen
nagyon egyszerű dolgokkal lehet energiát megtakarítani. Ez nem csak a távhőre igaz, ez nagyon sok mindenre igaz, hogy csak egy kis odafigyeléssel is otthon a háztartásban mennyi energiát lehet megtakarítani. És mondhatom azt, hogy hát az olyan kis picike, de ha sok pici van, akkor már ez összeadódik. És ezek a dolgok, hogyha tovább tudjuk adni, akkor ezek a generációk már így nőnek fel, és nekik ez már megszokott lesz. Tehát nálunk is otthon is a gyerekeimnek az teljesen természetes, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és azokat a dolgokat, amit csak tudunk, azt komposztálunk. Úgyhogy nálunk előfordul az, hogy ki se tesszük a kukát a heti ürítésre, mert nincs benne semmi. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor átadnám a szót az utánam jövő szolgáltató vezetőknek. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, a köztérben a közszolgáltatók konferenciájába tekintettek be. Egy rövid történelmi áttekintés után a Széphő ZRT-t ismerhették meg, a következő adásban pedig a Deponia Nonprofit Kft. És a Fehérvíz ZRT mutatkozik be. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!